Az elmúlt évtizedekben számos cikk és tanulmány jelent meg a magyar-ukrán kapcsolatról, most azonban mérföldkőhöz ért ez a kutatás. Két év aktív munka után számos kutató és fordító közreműködésével megjelent a Magyarok Kijevben című kötet. A könyvben olvasható ismeretekre a szakemberek szerint mind a magyaroknak, mind az ukránoknak szüksége van, ezért rögtön két nyelven adták ki a könyvet. Kezdetektől napjainkig ez az időszak, ami szerepel a könyvben, változó súllyal természetesen. Azt kell mondanom, hogy a napi politika nem szerepel a könyvben. Egész pontosan egybekezdés van a napi politikáról, ami viszont hát fullánkmentes, mondjuk így, tehát olyan megfogalmazással készült az az egybekezdés, hogy mind a két fél számára örömmel elfogadható. A hosszú történelmi kapcsolat során volt olyan időszak, amikor a két nép annyira szorosan élt együtt, hogy szinte minden családban volt magyar és ukrán származású ember is. A most megjelent könyv új lendületet adhat ennek a kapcsolatnak, hisz mindkét ország számára fontos a jó viszony. Mi szomszédunk vagyunk, és mindig kell törekedni arra, hogy mindig egyeztetés, mindig közös pontunk legyen, közelebb legyünk egymáshoz, és azért, hogy közelebb legyünk, tudni kell a történelmet, mit Ukrajnában eladják a gyerekeknek, és mit Magyarországnak, és ez a történelem kell, hogy közös legyen. Akkor tudni fogják, hogy közös pontunk van. És politikában nem lesz gond. A kapcsolat erősítése érdekében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár több évtizede együttműködik a Kárpátaljai Állami Levéltárral. Előbbinek a legfontosabb feladata, hogy a forrásokat feltárja és nyilvánosságra hozza, de másképpen is segíti a Kárpátaljai Levéltár működését. A Kárpátaljai Állami Levéltárban az iratok nem olyan rendszerben vannak, mint a magyar levéltári rendszerben, hogy könnyen áttekinthetőek lennének. Ráadásul az átsorolás, az egyenként iratokra szedés azzal is járt, hogy orosz és ukrán nyelvű segítségeket, segédleteket készítettek melléjük. Most ezeket megérteni egy kicsit bonyolult ma már, mikor az ember nem is tanul oroszul, de mikor tanult sem, mert ezek nem klasszikus orosz nyelven íródtak, hanem közigazgatási nyelven, amit megértettek akkor az oroszul tudók a magyar iratokból. Tehát meglehetősen nehéz kutatni a Kárpátaljai Állami Levéltárban, ezért úgy gondoltuk, hogy mi ezeket a jegyzékeket munkatársaink segítségével magyarra fordítjuk. Magyar Árpád István Magyarok Kijevben című könyvét az Arcok és könyvek a történelem tudomány műhelyéből című rendezvény keretében mutatták be.